Busz. Örülök, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Vajon mennyire van létjogosultsága még a 90-es években a rock and rollnak szerinted? Totális létjogosultsága van. Teljesen? Hát persze. Hát gondolhatod, ha egyszer egy olyan koncert van készülőben és kilátásban, ami egyértelműen a rock and rollról szól Magyarországon, Népstadionban, szeptember 16-án egy Hungária koncert, akkor nyilvánvaló, hogy ez azt jelenti, hogy van létjogosultsága. Ezek szerint felébredt a rock and rollja, hogy az első sláger címével élhetnénk. Hát, bízunk benne, hogy felébred, vagy felébredt. Mi ezt körülbelül úgy megjövendöltük ezzel a dallal, meg hát a régi dolgokra, a régi nagy sikerekre is utal ez a cím. Hát aztán szeptember 16-án elválik, hogy mennyire ébredtünk föl. Tértünk öntudatra. Ha már a régmúltat említetted, beléd, ha jól sejtem, akkor valamikor még a régi időben Amerikában ivódott beléd a rock and roll szeretete, ugye? Jól emlékszem. Fiatal korom ellenére jól emlékszem. Én nem emlékeztetem csupán. De, igen. Kétségtelen, hogy a gyerekkor az nagy mértékben meghatároz. És ha valaki érez magában bizonyos zenei indítatást, amit akkor persze még nem tudtam megfogalmazni, de mára ez már nyilvánvaló, hogy akkor bennem volt. Tehát, hogyha abban a fogékony korban ugye zenei közegbe kerül, akkor az komoly mértékben meghatározza a zenei tevékenységet. Na most, hogyha később a tínézserkorban az ember végül is erre a pályára adja a fejét, és ettől aztán a később, az idősebb korában sem tud tágítani, és nem mond le róla, hát akkor az tény, hogy a gyerekkori zenei befolyások azok meghatározóan működnek. Ugye, és hát végül is most már lassan 30 éve tevékenykedem ezen a pályán, nem nagyon hagytam magam eltéríteni a rock'n'rolltól. De azért a rock'n'roll mellett voltak olyan időszakaid, amikor úgy is mondhatnám, hogy teljesen más zenei stílusokkal foglalkoztál. Gondolok itt például a breakre. Jó, örülök, hogy ezt a breaket megemlítetted, mert legalább ellen tudok mondani. Hát a break az nem teljesen más, mint a rock'n'roll. Jó, persze vannak olyan fülek, amelyek úgy ítélik meg, hogy ez más, de engedhessék meg nekem, hogy egy mai divatos politikai szófordulattal éljek, hogy én nem tartom a breaket egészen másnak. A break a 80-as évek rock'n'rollja, így is felfogható. Én láttam Amerikában, New Yorkban, 57-58-ban, hogy reagált a fiatalság egy újdonságra, hogy mennyire utcai műfaj volt a rock'n'roll, és aztán hogy került be a show business világába, és lett végül is a mai időkre már egy halhatatlan legendává. Hát ugyanígy indult a break is az utcáról a 80-as évek elején. És hogy mennyire hasonlít a két dolog. Abban a pillanatban, amikor a rock'n'roll megszületett, ugye két nagyon komoly áramlat ütközött meg egymással, illetve integrálódott. Ez a fehér country zene és a fekete blues zene. És ennek a, hogy is mondjam, házasságából született meg a rock'n'roll nevű gyermek. Na most a breaknél valami hasonlót tapasztaltam. A modern időknek a fekete zené és a fehér zené összekeveredve tud igazán bekerülni mindig a show businessbe. Így történt ez a break ideve. Tehát ennyiben, már bocsánat, hogy végigmondom, tehát a break és a rock'n'roll valamennyire azért mégiscsak közös zenei tőről származnak. És nekem akkor igenis piszkált az orromat ez a break nevű valami. De aztán végül mégis a rock'n'roll lett a te zenei ágad, és a legkedveltebb. Nem, hogy végül is, hanem eredendően, és mindörökké, és nyilvánvalóan az első nagy szerelmem, és ha leülök egy szobába egy zongora mellé, és az a zongora rendelkezésemre áll, egy kicsit játszok rajta, és megszólaljak, hát az nyilván valami rock'n'roll féle lesz, amit én akkor játszani fogok. Ez a break, ez egy kirándulás volt, de nem esik távol attól az ízlésvilágtól, amivel. Egyetlen egy dolgot műveltem életemben, ami távol esik ettől, és ami kifejezetten egy ilyen európai, tiszta európai zenei világból származó divathullám volt, amit egyszer muszáj voltam meglovagolni anyagi, egzisztenciális érdekből. Ez a bizonyos modern Hungária időszak volt, amit nem fogok soha tagadni, mert nyilván az embernek voltak pillanat, amikor szüksége volt erre, de az nem igazán az én világom. Amit azon kívül csináltam, az mind ebben nyugodtan belefér, ebben a rock'n'roll nemi nagy kalapba. Neked, mint a Hungária zenekar vezetőinek, gondolom, hogy azért a Hungária volt a legfontosabb, legalábbis ami zenét illeti az életedben. Idézzünk fel most egy régi Hungária dalt, amelyet te is énekeltél. Ez lesz a Csók király. Milyen emlékeid fűződnek ehhez? Hú, hát a Szent István Parkban, ahol felnőttem, már 63-64 körül olyan Csók király bajnokságok voltak, hogy fantasztikus. Hogyne, hát ahogy be esteledett, minden lámpa alatt lehetett látni párokat, akik úgy nagyon el voltak azzal foglalva, hogy kibírja tovább. Hát remélhetőleg... Minden származik az ötlet egyébként. Remélhetőleg így lesz ez majd szeptember 16-án és a koncert előtt vagy alatt és utána.
Most akkor következik ez a régi dal, a Csók Király, és utána pedig természetesen a koncertről fogunk beszélgetni. A jelenről, illetve inkább a közel jövőről, a koncertről. Azt mondják, hogy te egy nagyon eltökélt ember vagy, netán rajtad is múlt, hogy több mint 10 évet kellett várni a Hungária újra alakulására? Persze, mindenkin múlt. Csak múlt az idő, és még mindig nem jött össze személyi feltételeit tekintve a dolog, aztán egyszer csak összejött. Terveztek-e valamilyen meglepetést? Én úgy hallottam, hogy igen. Meglepetés? Hát elég meglepetésszerűen jött ez a hír, hogy lesz Hungária koncert. Nem akarom azt a meglepetést kelteni, hogy nem lesz. Lesz koncert, lesz méghozzá szeptember 16-án este 8-tól a Népstadionban. És ott aztán, hát ugye mindent lehet majd látni, és mindent lehet majd hallani, ami a Hungáriáról az elmúlt 10-12 év során, hát tudom én, zenei érdeklődésű emberek témáiban megjelent. Tehát gondolok itt egyrészt arra, hogy nagyon sokáig téma volt az, hogy lesz-e egyáltalán összehozható-e még. Aztán a utolsó években léptennyomon feltették a kérdést, amikor már ismert dolog volt, hogy bizonyos együttesek már összeálltak is. Egy Hungária miért nem áll össze egy olyan csapat, amelynek végül is aktív tagjai vannak? Tehát nem már régen visszavonult vendéglős, autós, kereskedő, meg mit tudom én, ilyen pályákba átcsusszant emberek, akiknek egyszer újra zenélni kell, hanem itt aktív 6 emberről van szó, akik mindig is jelen voltak, és jelen vannak külön-külön. Mert egy ilyen csapat miért nem áll össze? Ez egy jogos igény volt, ezt mindannyian éreztük, csak végül is nem tudnak. Sokat beszéltek az emberek házi bulikon, felkerültek a Hungária számú diszkókba éjszaka, amikor már ugye a monoton ritmustól már kicsit megcsömörlött a társaság, akkor megszólaltak a rock'n'rollok, és itt persze a Hungária mindig vezető szerepet játszott. És magam is, és a társaim is nagyon sokszor megfordultunk diszkókban, Budapesten, az ország más területein, vendégként, fellépőként, és tapasztaltuk azt, hogy egy Hungária számot elénekeltünk, akkor a közönség velünk énekelte a dalok szövegeit. Hát pedig tudva, hogy a diszkókban azért általában 20 alatti a közönség átlag életkor, és ha ezek a srácok, lányok tudják a Hungária szövegeket, akkor azért ez valami, a Hungária letett az asztalra. Meghatározott egy évtizednek a stílusát. Nagyon sok kolléga, nagyon sok zenésztárs, aki nem a Hungáriában fordult, hanem paralel más zenekarokban játszott, átvett egy csomó stílusjegyet, amiből építkezve megcsinálta a saját stílusát, de a Hungária tagok mindig tudták, hogy valahol a mi szellemiségünk alapján működnek már nagyon sok együttes. Csinálja meg a maga kis sikerecskéjét. Nem beszél arról, hogy a mai nap, ugye akármilyen rádióállomást meghallgatok, vagy a televíziót éppenséggel, és hallgatom a nagyon sok reklámot, akkor ott visszaköszönnek a Hungáriás szófordulatok, a reklámba is már beépült. Magyarul a Hungária teremtette egy kultúrát Magyarországon, és ez a kultúra él és jelen van, és ennek az igénynek a nyomai jött létre végül is a Hungária koncert. Ezt fogja most megkapni az egész ország ezen a nagyon szép napon, és remélem, hogy nagy örömére, mert mi biztos, hogy már előre nagyon örülünk. Mekkora szerepet fognak játszani a régi nagy sikerek, és mennyi? Óriási szerepet. Az új lemezről? Az új lemezről is lesznek dalok, sőt nem is kevés, azt hiszem 6 vagy 8, de a gerincét a régi nagy slágerek adják, tehát a legendás slágerek. Az előbb hallott Csók Király, a Hotel Mentol, a Rock'n'Roll Party, a Micsoda Buli, a Casino Twist, a Csau Marina, az Isztambul, a Neon Parádé, a Randi Andi, Limbo Hinto, nem tudom mondjam még, hát ezek lesznek a leginkább előadva. Akkor egy Rock'n'Roll Party-nak ígérkezik a koncert. Viszont hadd mondjak el neked egy pletykát, amit már több felé hallottam a városban, hogy állítólag anyagi okok miatt gond van a koncerttel. Azt is mondta valaki, hogy nem is biztos, hogy lesz koncert. Ki volt ez a valaki? Megmered mondani nekem? Már nem emlékszem rá. Magyarul nem mered, oké. Hát a helyzet az, hogy én ilyen pletykát még nem hallottam, lehet, hogy nem járok eleget a városba. Azért mondtam, hogy pletyka. Nem tudok róla, hogy ez a helyzet a következő, hogy létezik az együttes, a 6 tag, amely összeállt erre az évre, és csinálja ezt a produkciót művészeti vonatkozásokban, zeneileg, látványilag, tánc, minden, amire azt lehet mondani, hogy a kivitelezéshez művészeti jelleggel hozzájárul. Van a kivitelezésnek egy financiális része és egy anyagi jellegű része, amit viszont ezúttal már tekintve, hogy nem 1980-ban vagyunk, amikor egy zenekar önmagát menedzseli, ezúttal egy menedzsment, egy producer iroda végez. Na most tekintve, hogy a két dolog ilyen módon erősen elválik egymástól, tőlem a művészeti részről kérdezősködhetsz, ha viszont óhajtasz valamit tudni a financiás háttérről, akkor ezt a producertől, illetve a producernek a,
a tímjétől, csapatától lehet megkérdezni. Én ma én ülök itt, tehát velem ilyenről nem érdemes beszélned, mert nem tudok se pletykáról, se a pletyka mögött meghúzódó esetleges valóságról. Én úgy tudom, ma 1990, mi van most, 95, szeptember vagy augusztus hányadika van? 27-én kimerem jelenteni, Hungária koncert igenis lesz, 95. szeptember 16-án este 8-kor néztem, ezt én mondom ma a legjobb tudomásom szerint. Nem hiszem, hogy ne lenne. Azt hiszem, hogy hihetünk Fenyő Miklósnak. Én viszont is azt hiszem. Folytatás lesz-e a koncert után? Mindenki tervezi a folytatást. Sokféleképpen el tudjuk képzelni. Nézd, hosszú ideig ez a...